Hát sziasztok! Jó hírek érkeztek a Fehérvár házatájáról, és szerintem erre már éppen van idő is és nagyon is várták a Fehérvár szurkolók. Ugye most már azért nem mondok MOL Fehérvárt, mert tudjátok, hogy a MOL, mint legnagyobb, legerősebb támogató, a sajnos kivonult a Fehérvár mögül, abból a szempontból értető, hogy hát óriási káosz volt ennél a csapatnál, de teljesen nyilvánvaló, hogy a, a, Fehérvár menedzsmentje, és remélhetőleg a játékosok is úgy gondolkodnak, hogy, hogy nem szabad kiesni ebben az idényben, és ha lehet, akkor minél erősebbé kell az átigazolási időszak végéig formálni ezt a csapatot, hogy minél följebb kerüljön. Azt hiszem, hogy ez a magyar labdarúgás szempontjából is jól jön, az anyagi keretek remélhetőleg arra megvannak, akiket vesznek, hiszen megkötik a szerződéseket, tehát nem kérdés, hogy ezek, ezek rendbe kell, hogy legyenek, és akkor lehet egy ütőképes csapatot formálni ebből a magyar bajnokságban. Az utóbbi idők igazolása alapján én úgy látom, hogy a Fehérvár többet céloz meg Annál, hogy bemaradjon, hanem szeretne valahol a felső részen végezni a bajnokságban, úgyhogy a Tóth Balázs kölcsönvétele, ugye a puskástól, ami szintén egy, egy alapvetően jó hír szerintem, ugye a, a 20, 2024. június 30-ig adták kölcsön ugye a, a Tóth Balázs nevű remek kapust a puskásból, vagy pedig éppen ugye az, hogy a Spandler Csabát leigazolták szintén onnan, vagy az, hogy, az, hogy ugye a Frank Bambok, az, aki ugye külföldről érkezett még hozzá a Grenoble-ből, ugye most már egyre jobban védekező közé pályásként beéleszkedik a csapatba. Egyébként itt a Flores meg a Bambok nem is lesz rosszot középen, vagy ugye megérkezett hozzájuk a, a, Kovács Bence nevű játékos, vagy még inkább ugye a Karamoko, aki ugye a Kopenhágától érkezett, és már pályára is lépett. Ezek arra utalnak, hogy felfele akarnak jönni. Azonban, azonban ennél is jobb hírek vannak, különben önmagában ezek miatt nem csináltam volna videót, hanem az, hogy Kalmár Zsolti, ugye a aki hát a dacban az utóbbi időben a sérülése óta azért nem nagyon ritkán játszik végig meccseket, a dac kapitánya nagy valószínűséggel elkerül a Fehérvárhoz. Ugye 32-szeres magyar válogatottról van szó, aki az RB Leipzigben is játszott, bár akkor az még másodosztályú volt, tehát Gulácsival játszott együtt, de játszott Frankfurtban, játszott a Brünnbibi-ben, tehát igazából egy, egy nem nagy, de egy elég sikeres idegelé gyors karrier után került a Dunaszerdahelybe, ahol hát egy alapjátékosnak számított. Én azt hiszem, hogy, hogy ha a Fehérvárnak van kerete arra, hogy azt a fizetést megadja Kalmár Zsoltinak, amit ugye, amit ugye hát a kapott, vagy még többet, akkor olyan nagy baj nem lehet, olyan nagy baj nincsen. Másfelől pedig mondjuk ki a lényeget, hogy Úori nem annyira igazi fazonszabásza ennek a csapatnak, igazi játékmestere, ahogy a más helyeken mondják, kell egy olyan focista, kimozgatja a játékosokat. Úgy hírlik egyébként, hogy Kodrónak hiába van rengeteg ajánlata, nem akarja a Fehérvár elengedni, mert ugye hát nagyon fontos, hogy legyen egy befejező csatára most igazolt játékos mellett. Hát remélem, hogy ez tényleg így van, és, és akkor egy valóban egy nagyon szép, egy nagyon erős Fehérvár lehet, ugye Fiola is visszatér majd, igazából azt lehet mondani, hogy lehet velük számolni akkor az élmezőnyben. Úgyhogy én alapvetően Abból a Kalmár Zsolti szempontjából látom kettősen a dolgot. Ha a Fehérvárban nem rendeződnek a, a viszonyok, továbbra is a káosz fog majd uralkodni, akkor rossz a választása. Viszont, ha azt látjuk, hogy most milyen játékosok érkeztek, hogy a Zselák egy nyugodtabb, türelmesebb ember, aki megpróbál egy, egy jó csapatot formálni ebből, akkor viszont azt lehet mondani, hogy jó választás. Ezt még ezen a ponton nagyon nehéz eldönteni. Én csak sok sikert szeretnék Kalmának kívánni. És azt, hogy egy olyan csapatban játszon, amiből aztán a válogatottba simán be tud kerülni, mert ez a lényeg, mert Zsoltira, hogy a válogatottban mindig kell számítani, hiszen mindig szükség van egy olyan játékosra, aki egy kicsit úgy, úgy beállt játékhelyzetek közepette, valami improvizatívat, valami ügyeset, valami kreatívat tud csinálni, tehát Kalmár tipikusan ilyen, úgyhogy meglátjuk, hogy melyik szemünknek lesz igaza, annak, amelyik sír, vagy annak, amelyik nevet, minden esetre egy a lényeg, hogy Zsoltinak ez rendben legyen, és az is lényeges, hogy a Fehérvár a magyar labdarúgás szempontjából lényeges, hogy minél végezzen a bajnokságban. No hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számon, vagy nyomd meg a szuperköszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, hajrá Kalmár Zsolti, a jó Isten áldjon meg mindenkit.